Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai napi gondolatunk János evangéliumhoz kötődik, az 5. fejezetből az 1-től a 16. versig. Jézus a Betesda fürdőben gyógyít, ráadásul szombaton. Itt a beteg gyógyításnál mindjárt föltűnik az ember számára, hogy nincs szó a hitről. Jézus nem szab semmiféle feltételt. Egyszerűen látja a beteget, látja annak a sorsát, az állapotát, és pontosan együtt tud vele érezni, és ezt a beteget meggyógyítja. Ugyanakkor az is világos, hogy a beteg, a hitvilág egy picit más irányba fordult. Annak idején a fürdőnek a helyét ugye keresték, és régészeti ásatások során meg is találták. Az oszlopcsarnokot is megtalálták, és kiderült, hogy a fürdőbe alulról volt egy forrás, ami alulról táplálta ezt a fürdőt, ezért is hallottuk, vagy olvasott ebben a szentírási szakaszban, hogy amikor felbúzog a víz, akkor mennek be az emberek, valószínűleg akkor erősebb volt a gyógyító hatása ennek a víznek, és akkor voltak, akik ennek hatására meg is gyógyultak. De tulajdonképpen az emberek sokkal inkább ebben a vízben hittek, illetve úgy gondolták, hogy valami angyalféle borzolja ennek a víznek a tükrét, és akkor ezért gyógyulnak meg. Ez az ember pedig nem tud bemenni állapotával kifolyólag a vízbe, sőt, ember sincs, aki segítene, jó szándéka mellé állna. Jézus pontosan ebből a hitvilágból emeli ki ezt az embert, és fordítja az Isten felé. Hogy az Istenben kell hinni, Istenben kell bízni. Isten azokra is gondol, akikre az emberek nem. Akiket úgy perifériára szorulnak, akiket nem igazán veszünk figyelembe. A szeretet pedig minden további nélkül megjelenik minden ember felé az Isten részéről, és ezt szeretetet lehet gyakorolni szombaton is. Tehát, hogyha akár az Úr napjára gondolunk, akkor igenis, hogy vasárnap lehet szeretetet gyakorolni, beteget látogatni, másokat lelkileg erősíteni, segíteni. Tehát van feladat és szolgálat, amit a szeretet kell, hogy diktáljon. Jézus ezért írja fölül a szombati törvényeket, mert a szeretet igenis, hogy képes gyógyítani az emberi szíveket. Köszönöm a figyelmet!